hogy tetszett a meccs, mit szólsz a győzelemhez? Nagyon örülök. Én egyébként osztrák győzelmet vártam, nem számítottam erre. Magyarország végül is 2-0-ra legyőzte Ausztria válogatottját a franciaországi labdarúgó Európa-bajnokságon. Mi itt a Mon Beach közönségét kérdeztük, főleg a gyerekeket, hogy elmondják, miben is nőtt a magyar foci az osztrák fölé. Szóval, speciális gyerekszáj külön kiadásunk következik. Jó napot kívánok! Miben nőttünk most az osztrákok fölé ezen a meccsen? Erőben, észben, és még sok minden másban. Nagyjából mindenben szerintem. Hát szerintem mindenben. Akaraterőben, tudásban, játéktudásban, és szerintem fantasztikusan teljesített a válogatott. Hát igazából azért kellett egy kis szerencsés hozzá, de azért jók voltunk, de nagyon összeszedett volt a csapat. Szerintem ez így megérdemelt győzelem volt. De, most már megfogtalak, ne haragudj, megfogtam egy hölgyet. Szerinted miért tudtuk legyőzni az osztrákokat? Azért, mert nagyon jó volt a felkészülés, nagyon erős ország áll a csapat mögött, és azért, mert az osztrákok ma nagyon nem voltak jók. Minek köszönhetően nyert a magyar válogatott? A magyar válogatott a roppant taktikusságának és annak, hogy kurvára berúgott két gólt, még az osztrák egyetlen egyessel rúgott be. Hát szerintem abban, hogy nem adtuk fel, meg hogy így a passzok pontosak voltak, és hogy előbb-utóbb kijött belőle a gól, és sok támadásunk volt. Szerintem az összjátékban. Nagyon sokat passzoltunk, meg jókat is rúgtunk. Hát, nem tudom. Azzal, hogy rúgtunk két gól? Hát, ügyesek voltunk, az biztos. Hoztuk a formákat, mint a Norvégia ellen is. Nagyon jól tartottuk a labdákat, és a labdák, igen, sokat passzoltunk, nagyon sokat futottunk, látszott a statisztikán is, és nagyon elégedett vagyok a magyar válogatottal. Jól kandiba váltak, és szerintem jól fel voltak készülve erre a meccsre. Melyik tetszett jobban, amelyiket a Szalai Ádám bácsi rúgott, vagy amelyiket a Stieber Zoli bácsi? Amit az Ádám. Szereted az ilyen hajtós gólokat, amikor be kell gyötörni? Igen. A második az jobban tetszett, mert az olyan szebb volt szerintem. Szerintem mind a kettő ugyanolyan jó volt, mert gól és magyarok lőtték. Nem akarok különbséget tenni, szerintem mindkettő nagyon szép volt. Te is szép voltál. Jaj, köszönöm. Hát nekem a második az jobban bejött. Hitted volna, hogy Szali Ádám egy ilyen fontos pillanatban betalál? Nem. Nem, én nem. Pont az előbb a gól előtt mondtuk, hogy cseréljük le igazából. Bocsánat, hogyha így leszólom, de... Én úgy gondoltam, hogy azelőtt nem teljesített olyan jól, de azzal a góllal teljesen meggyőzött engem. Miért győztek a magyarok? Mert úgy érezték, hogy nagyon fontos ez az EB, és ezt teszetek magukat. Az első gólt azt háttal, pont háttal hallottam, mert háttal lehet hallani gólt. Óriási volt. A következő meccs mondjuk nem kapunk ki, akkor az már azért jó előjel lehet, főleg, hogy a portugálok mondjuk addig behúznak 6 pontot. Meglátjuk. Tetszett a csapatszellem. Hogy sokat passzoltak, és így kerültek a gólok. Van szanszunk a továbbjutásra. Nagyon jól játszottak szerintem. Nagyon jól játszottak. Betennéd Izland ellen újra a kezdőbe a Szalait, vagy kezdjen a Böde? Hát nem, kezdjen a Böde. Hát a két gól az nagyon tetszett, meg nagyon jól védett a kapusunk. Mi ezt akartuk, hogy így legyen. Szerettük volna, hogy győzzön a magyar csapat, és győzött is a magyar csapat. Szerintem egyértelműen bizonyították a fiúk, hogy helytállnak, és gyakorlatilag innentől kezdve bárkit meg tudnak verni a csoportba szerintem. Az a lényeg, hogy ez atom. Tehát életemben erre vártam. És végre most nyertünk. Csodaszó.